Ez egy világkupa forduló, sok külföldi hajtóval, ezért mindenféleképpen erős ellenfeleink vannak. Mindemellett ugye Magyarországon is azért vannak ellenfeleim, úgyhogy arra számítok, hogy hát én nagyon örülnék, hogyha mai nap így az első 3-4 között lennék. A maratonon mindenféleképpen szeretném a magyar csapatot is húzni előrefelé, és egyéniben is úgy gondolom, hogy nekem a maraton és az akadályhajtásban van több esélyem, úgyhogy arra az a két versenyszám az, amire nagyon koncentrálni fogok. Egyébként mennyire elégedett itt a verseny szervezésével, a körülményekkel, a pályával? Nagyon jó. Szerintem még itt sem fordult elő az, hogy ennyire a fogadhajtókkal foglalkoznak, de nagyon jó most a szervezés, tehát folyamatosan jönnek a locsolóautók, a kempingrész nagyon jól ki van alakítva, az istálló nagyon jó, tehát én úgy gondolom, hogy ez a verseny elérte a világszínvonalat.